Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, a nevem Szaszkó Csaba. A mai részben ismét egy szakmáról beszélünk, vagyis hát egy szakképzésről, illetve annak az anyagi vonzatáról, méghozzá most belképzeljük egy picit magunkat az ápolók bőrébe, egy picit Magyarországon, meg egy picit Németországban. Aki esetleg nézett már korábban videót tőlem, azt tudja, hogy Németországban élek nagyjából 5 éve. Ide emigráltam, úgyhogy gyakorlatilag itt töltöm unalmasnak nem mondható hétköznapjaimat kis családommal. Úgyhogy nagyjából már sok mindent ennek függvényében látok, és most azt szeretném nektek elmondani jó néhány mondatban, hogy amikor otthon arról beszélnek, hogy itt az egészségügyet, meg béremelést, és itt konkrétan a béremelést, egészségjózó béremeléséről beszélek, nagyon sok politikus ilyen közhelyesen bért kell emelni, akkor most szeretném nektek mutatni, hogy miért kellene bért emelni, ami nyilván nem minden önmagában. Tehát az nem fog megoldani mindent, de hogy lássátok, hogy mondjuk egy szakképzett ápoló miért hagyja el Magyarországot, na ezért. A táblázatból ez majd mindjárt ki is fog derülni. Egy picit szeretném kinyitni a látótereteket, mert a mai magyar politikusok egyszerűen bénák ehhez, mert mindig bedobnak csak egy dolgot, de nem mondanak viszonyítást, hogy miért kellene azt, vagy milyen irányba megváltoztatni. És kezdjük is el gyorsan. A mai napi számunk természetesen 1,335 euró, ezt azért teszem így hozzá MNB középárfolyamba, mert ha esetleg nyilván nem most nézitek a videót, hanem egy fél év múlva, akkor az itt említett adatok természetesen változhatnak, illetve változni fognak. Amikor kezdjünk is bele, megnéztem a fizetés.hu-n, találtam egy egyszerű viszonyítást. Itt most jellemzően nyilván szakápolókról beszélünk, tehát aki szakképzett egészségügyben dolgozó ember, hölgy vagy férfi, gyakorlatilag az ő béréről beszélünk, gyakorlatilag úgy találtam, hogy bruttó, és itt most nem bértáblázunk, és elnézést, fenntartom a tévedés jogát, hisz nem vagyok szakember, nem vagyok közgazdász, nem vagyok egészségügyi közgazdász, egyszerűen csak magyar józan paraszt észre néhány adatot szeretnék egymás mellé tenni, amely úgy néz ki, hogy Magyarországon, hogyha el akarsz menni ápolónak és elvégzed az iskolai képzést, akkor kereshetsz bruttó 161-től 309.335 forintot, itt nyilván lehet a bértáblában való eltérés, nagyon sok minden okozhatja ezt, de én abból indultam ki, hogy ennek gyakorlatilag van egy nagyjából ilyen közepe, a 230.000 bruttó, tehát hogyha elmész dolgozni, akkor mondjuk 230.000 bruttóval fognak felvenni, hát ez most, hogy mennyire idealisztikus, ezt nem tudom, de ezt ti tudjátok megítélni, legfeljebb lekommentelitek, hogy most mennyire sikerült eltalálni, vagy mennyire nem. Én gyanítom, hogy ez alatt vannak inkább a fizetések, de hát ez egy más kérdés, hogy én mit gyanítok. Mellette pirossal látjátok, ideírtam, átváltottam euróba. Ez továbbra is veszőparipám lesz, hogy azonos pénznemeket hasonlítsunk már össze. Tehát nem hány százezer forintot a hány euróval, hanem akkor eurósítsunk, az egyszerűség kedvéért, jobban érzitek azt, hogy amikor arról beszélünk, hogy itt Európához tartozik Magyarország, akkor mennyire nem tartozik oda, vagy mennyire nem annyira képezi a részét, tehát az eurózóna az részét persze, vagy nem. Na és akkor már lépünk is a következő mezőbe, itt nettósítottam, szintén bérkalkulátort használtam, megnéztem, hogy a bruttóból mennyi lesz, mindegyiknél felsorolva, és nyilván a közepénél is. Itt megmondom őszintén nektek, hogyha elkezd valaki dolgozni Magyarországon bruttó 161.000 forintért, az kemény 107.000, meg egy kis aprót fog keresni nettóba. Itt nyilván ez egy nagyon fontos, hogy én nem néztem, tehát nincsenek gyerekek, nincs semmi, tehát egyedülállóként indulsz a történetbe gyakorlatilag úgy, ahogy van. Ez nagyon fontos lesz, majd mindjárt a német verziónál látjátok, hogy ennek miért van jelentőség, amikor nincsenek kedvezmények, tehát nem kapsz semmi kedvezményt, akkor megnézheted, hogy elkezded 107.000 forinttal mondjuk a karrieredet, hú, mekkora királyság, és azt szépen ballag gondolom, hogy az idő telik, így megy fölfele egészen a béred, a 205.000 forintig is fölmehet. Ez egy nagyon szép dolog, de én ahogy nézegettem, ilyen 20 éves munkaviszonyok után kapnak ennyiket, amiket írtak az interneten ápolók. Aztán, hogy ez most megint fedi el a valóságot, az megint nehéz megítélni, a hány élet annyi sors, úgy, ahogy van. Gyakorlatilag elindulunk a 107.000-ből, vagyis a 319 euróból, és elbalagunk egészen a 614 euróig, tehát lényegében a bértábla szinte duplájára nőn a fizetésen, legalábbis egy 100%-ot emelkedik. Viszont azért nézzük bele a huncutsága, hogy amikor a közepét veszed neki, hogy mondjuk átlagosan ennyit keresett egy ápoló, és itt megint fontos megjegyezni, hogy feltételezhetően, hogy ezek mindenféle pótlékok egyéb nélküli összegről beszélünk, akkor gyakorlatilag
230 ezer forintból lesz 152.950 forint, azaz a 686 euróból lesz 456 euró. Tehát, hogyha én most azt feltételezem, hogy iskolába járok, ápolói képzésen veszek részt, EÜS képzésen, elvégzem, akkor gyakorlatilag nagyjából mondjuk a kezdő fizetésem nagyjából ennyi lesz. 456 euró nettóba. Megmondom őszintén, amikor elkezdtem ezt számolgatni, akkor két dolog jutott eszembe. Az első, Magyarországon 15% a személyi jövedelemadó. Ugye ezt mondja a magyar regnáló kormány, hogy akkor a királyság is levettük, persze egy kulcsos az adórendszer, a jövedelemadó rendszer, ami egyébként egy hihetetlen torzító hatással bíró dolog, de hát ez van, és azt mondja, hogy fú, milyen jó, aha, akkor nézzük már meg. Néztem, összes levonás, járulékok plusz eszélye, 103.627 forint ennél a legmagasabb összegnél. Nyilván itt az arányok azok megegyeznének. Tehát a bruttó 309-ből lesz nettó 205, az a 103.000, az állam capcorap elveszi, úgy ahogy van. Azt mondja, hogy ez fizes be járulékokban minden, hát innen szép igadni, úgy ahogy van. Tehát ez nagyon szép, főleg a nem magas jövedelmieknél. Mert nyilván az alacsony jövedelmieknél, és ezért kellene ugye több kulcsos esziát alkalmazni, magas jövedelmek többet adózzanak, alacsony jövedelmek kevesebbet, de hát ez ugye nem működik, mert hát ez is csak Magyarország. Tehát én megdöbbentem ezen, hogy a 923 euróból 614 euró marad. Én megmondom őszintén, ha 152.950 forinttal kéne Magyarországon most dolgozni, hát abban nem tudom, mire futná, szerintem túl sokra nem. Ezt a korábbi videóban láthattátok már, ha volt kedvetek meg erőtök megnézni, hogy azért szerintem semmire nem elég, úgy ahogy van, vagy legalábbis az alapszinten, nyilván persze nem sokan élnek ennyi pénzből, de hogy ebből karriert nem építesz, meg gyerekedet nem fogod finanszírozni, meg segíteni, hát azt tuti. Na de, jöjjön a Németország, mert hát mindig azt mondjuk, hogy bezzeg Németország a kutya fáját, így van, bezzeg, megint megláthatjuk, ide írtam, német iskolai képzés. Ugye Németországban, hogyha gyermekünk elvégzi a reál iskolákat, tehát nevezzük általános iskolának, akkor ugye elmegy egy szakmát tanulni, konkrétan legyen ez mondjuk a Krankenflieger, ugye gyakorlatilag az egészségügyi nevezzük asszisztensnek, akkor az azt jelenti, hogy 3 évig fog keményen tanulni, úgy ahogy van, duális rendszerben, az 100%, tehát az elmélet és a gyakorlat az nagyon kézenfogva jár itt a Németországban, de meg is tanulja. Tehát tényleg, amit kell, azt meg fogja tanulni. Tehát ez nem olyan, hogy most építsünk valamit úgy, hogy éppen nincsenek megfelelő körülmények rá, menni fog. 3 éves a képzés, ideírtam nektek, 1040 euró bruttótól kezdi, és 1200 euróig megy. Ez azt jelenti, hogy nagyjából nettó, mert ebből adózni kell azért, tehát gyakorlatilag nevezzük, hogy hívják, kutyafáját, ösztöndíjnak. Nevezzük ösztöndíjnak, tehát Németországban tanuló, és ezért fontos ez, hogy Németországban tanuló, mert nem biztos, hogy német, lehet magyar is, román, bármelyik nemzetiségű diák, aki elmegy ilyen szakmát kell tanulni, az gyakorlatilag havonta, minden hónapban az első évtől a harmadikig, amíg ellen végezte ezt az iskolát, fog kapni havonta mondjuk 800 és 1000 eurót ösztöndíjalánt. Amivel nyilván meg tudja saját magát finanszírozni, közlekedését, babánfüle, tehát ezzel egy olyan dolgot, amit vagy éppen csak magára költ valamennyit. Mert szerencsés esetben, mivel otthon lakik, adott esetben szülők úgy, ahogy eltartják, tehát igazából a családi pótlék még ettől menni fog, mert ugye gyakorlatilag nappali képzésben vesz részt. Tehát lényegében, ha elmegy az emberünk, tehát ez már Magyarországon szerintem már nincs. Nem ebben a dimenzióban, másban sem biztos, de gyakorlatilag elkezdi az iskolát, befejezi a 3. év végén, ösztöndíja le van tudva, és elkezd dolgozni. És amiért engem talán elkezdtetek nézni, az, hogy miért kezdett el dolgozni? Azért kezdett el dolgozni, mert a szakképzettség az nagyon fontos itt Németországban is. Nyilván itt mondhatjuk, hogy a nyelvi képesség igen, ha ilyen Auslander vagy, mint én, akkor igen az is, de hát nyilván, hogyha ide születtél, vagy nyilván kellene elsajátítottad, akkor a nyelvi ismeretekről most nem fogok beszélni. Viszont nagyon egyszerű volt, itt is megnéztem a gh.de-n, gyakorlatilag az egy német olyan portál, ami a fizetéseket gyakorlatilag rangsorolja, besorolja, be lehet írni, elég populáris oldal. Gyakorlatilag nagyon egyszerű megmutatta a történetet, és itt megint bruttóval kezdünk. Bruttó 2323 eurótól 3481 euróig terjed a bruttó fizetés.
Ez nyilván jellemző megint a kezdőkre érvényes, mert nyilván a 3004 nyilvántól igaz már nem, de akár lehet az is tulajdonképpen, bár arra kis esélyt látok, de induljunk ki abból, és itt pont amit fontos tudni, hogy mi Baden-Württemberg tartományban élünk, ez gyakorlatilag Németországnak egy olyan viszonylag kiemelkedő része, nyilván itt az autóipar úgy Bayernhez képest elég magas, sok a hozzáadott érték, nagyon sok cég van, tényleg azt lehet majdnem mondani, hogy minden faluba, kis településen van egy, nem öt főt, hanem annál nagyobb foglalkoztató szinte. Tehát ha kimennék, akkor nagyon sokat találunk ilyet, ez itt nagyon megy. Tehát igazából a gazdaság talán itt Németországban ezen a részen pörög a legjobban, nyilván ennek is megvan a maga ára, mert irgalmatlan a személyi fluktuáció, de ez nem az egészségügy terén van, ugyanis gyakorlatilag megnéztük, hogy nagyjából ennek az átlaga, ha most elkezd valaki dolgozni, akkor elképzelhető, hogy egy ilyen bruttó 2909 eurót fog keresni. Itt ma nem váltok forintba, felejtsük el, nincs értelme. Tehát gyakorlatilag ez a bruttója, és utána jöjjünk le a nettókra. Elnézést, de ezt nem nyilasztom át, ugye nettóból az azt fogja jelenteni, hogy tulajdonképpen, ha holnap elkezdesz dolgozni szakképzett ápolóként Németországba, akkor feltételezhetjük, hogy 1597 eurónál kevesebbet nem fog keresni emberünk. Most ne nézzétek azt, hogy közvetítő, nem közvetítő, mert azok bonyolult dolgok, de maradjunk annak, hogy 1597-től 2219 euróig fog emberünk gyakorlatilag keresni, ez a lehetőség, vagyis hát ajánlani pontosabban, és nagyjából megint megnéztük, hogy 1918 eurós átlaggal beszélünk. Szóval, ha holnap elmész dolgozni, akkor keresse 1918 eurót Németországba, mondjuk egy Baden-Württemberg tartományban, mint ápoló. Ennyi. Annyit tudni kell hozzá, hogy ez megint mindenféle egyéb juttatás nélküli dolog. Tehát erre még a juttatások rámennek. Itt, hogyha abból indulok ki, hogy 1918 eurót megkeresel, valami nyugodtan rá lehet, hisz ugye itt ugye ünnepek, babánfüle, meg éjszakai pótlék, meg minden van, azokat jellemző a munkáltatók itt azért főleg ebben a szektorban, miután hiány szakma, ki fogják fizetni. Tehát az, hogy legjobb esetben te még erre egy 3-400 eurót nyugodtan rátolhatsz, egy négy körül mondanám, amit rá fogsz tolni, ilyen egyéb járulékokként meg fogsz hozzá kapni. Viszont akkor már ugye simán átlépte ilyen 2001 néhány százba, szóval az már szerintem nem annyira rossz, főleg, hogyha ma kezdi valaki a szakmát, de a 10-13 éves szakmai múlttal, és ezeket azoknak mondom, akik meresítünkben, arról beszélünk, hogy 20 éves korodban lényegében elvégzed az iskolát, mondjuk 20 éves korodra végzel, és majd a 33-35 évesen hova jutsz? Ide. 3400 bruttóra. Az majdnem 100%. Tehát ez azt jelenti, hogy neked akkor olyan 2200 lesz mondjuk, plusz még az összes culáge, meg mindenféle járulék, azon 2006-ot fogsz hazavinni nagyjából egyedül. Erre mondhatnád azt, hogy persze, mert a 2600 az milyen sok, jó, és akkor nézzük meg, kanyarodjunk csak vissza az elejére, mikor elkezded gyakorlatilag a karriered, és a legkisebb fizetésed van itt. Az 1600, de inkább vegyük megint ezt. Felírtam ezt a múltkor az egyiknél, kiszámolgattam, megnézegettem a megélhetési költségeket, mert ezt mindig elfelejtik hozzátenni, hogy tulajdonképpen mire elég mondjuk az 1918 euró, plusz tegyük hozzá még a pótlékokat, mert ugye az a pótlék az még a fontos dolog, hogy ezt ne felejtsétek ki belőle, plusz pótlék. Én azt mondom, hogy 400 körülre teszem. Nagyjából, havonta, ugye, hogy van. Szóval, hogy mire elég ez a pénz? Ugye hát, hogyha kijössz Németországba, és azért furcsa egyébként, és paradox a dolog, mert ugye aki esetleg azt gondolja, hogy egészségügyi végzettsége van otthon Magyarországon, azt ugye elvileg lehet honosítani Németországban. Nyilván megy fel, a nyelvi képzés kell hozzá, de annélkül is ki lehetne jönni mondjuk, de maradjunk annyiba, hogy honosítod nyilván az ottani diplomádat, papírjait, maradjunk ennél, mert erre lehet készülni, ugye nem mindenki impulzív szalad ki, mint majdnem én, de ha készülsz rá, akkor gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a németnek megfelelő papírjaid lesznek. Ugye egyrészt nyelvi képzésed, másrészt a szakpaidat meg otthon elintézted, tehát igazából a nyelvi képzést kell hozzá elsajátítanod, akkor ugye kijössz Németországba, elintézed összes papírot, elkezdesz dolgozni.
és azt mondod, hogy hú, hát oké, de mire lesz mondjuk elég ez az 1918, tehát 2200 euró mire lenne elég nettóba? Mondom neked, nagyjából lakást bérelsz vagy szobát, vagy hogy fordítva írtam, de hogy így itt az impulzus, 500-tól 1000 euróig. Ez itt már úgy van, hogy gyakorlatilag, ha szerényen akarod, már pedig mondjuk úgy kezded az életed történetet, akkor egy 500-ból kijön neked a szobád. Elvileg olcsóbban is, de nagyon sokan szeretnek fölmenni nagyvárosokba. Én óvaintenék legtöbb ember tőlem, mert nem csak a közlekedésnek nem a morálja, sem baj sincs, a mennyiségével van probléma. Sokszor lehet, hogy vidéken egész hamarabb kapsz albérleti lehetőséget, meg egyáltalán összességében nem föltétlen kell ragaszkodni a nagyvárosokhoz, de gyakorlatilag 500-tól 1000-ig fogsz költeni mondjuk lakásra, úgy ahogy van, vagy egy szobára, ugye attól függ, mert 1000-ben már lakás is belefér. És mondom, egy keresőről beszélünk, te maradj a barátnőkkel, összefogunk, nem? Te önállóan. Akkor utána kajára, közlekedésre, egyébre, kajára elküldtesz egy olyan 150 eurót havonta, közlekedésre egy 100-ast, egyébre megint egy 100-ast. Egyébben benne van például az, hogy ha egy tudom, van biztosításod, privát biztosítások, meg ilyenre gondoljatok. Ez azt jelenti, hogy te havonta olyan 850-től 1350-ig fogsz elkölteni ezekre a dolgokra, amikor laktál, ettél, közlekedtél és egyebet. Tehát én ezt hívnám ilyen alapállapotnak tulajdonképpen, 1350, akkor ugye persze még nem vettél ruhát, tehát akkor csak úgy éltél. Úgyhogy innentől kezdve ez a része ehhez fog azonosulni, vagy arányulni pontosabban. Mondjuk a legextrémebb verzióban az 1918 euró visszanyúl az 1350-hez. Meg a pótlék mindig ez kimarad. Szóval ez azt jelenti, hogyha te neked itt van egy kis sütnivalód, akkor lényegében, akárhogy is nézed, még a legextrémebb esetben, amikor 1300-at költesz-e egymagad, tehát az egy nagyon azért extrém, akkor már lakás bérelsz meg, mert tényleg akkor nagyjából majdnem minden benne van, akkor mondjuk az 1918, és akkor egyszerűsítsünk, mert az akkor 2300, a pótlékos verziót nézzük, így van. A 2300 viszony az 1350-hez, ez Németország. Úgy, hogy lényegében kifizettél mindent, marad egy ezresed. Marad egy ezresed minden hónapban. Elrakhatod, elköltheted, összegyűjthetsz bőle, elmehetsz utazni, mert itt azért azok is mennek, azért, mert elmész valamelyik repülőtéren gyakorlatilag felszállsz egy olcsóbban, mondjuk Frankfurton vagy Dortmundba, és repülsz egyet, nem ész Majorkára, ide-oda, last minute-be, meg lesz a pénzed rá, úgy ahogy van, meg lesz a szabadságod rá, sőt még tisztelni is fognak érte, amit csinálsz, mert itt én tovább is fönntartom Magyarországon, sok embernek van még derogálna az, hogyha azt mondanád, hogy fizikai munkával, segédmunkával, vagy éppen takarítok, vagy éppen elcsak, hát itt ilyen nincs. Úgyhogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha nagyon meghúznánk a nadrágszíjat, hogy szokták mondani, akkor még ennél többet is meg tudsz takarítani, de ne takarítsd meg, költsd el. Vegyél egy kis autót, meg utazzál, éljél, mert ezt mindez 20 évesen fogod végrehajtani. Tehát ebben nem családot tartasz fönn, bár én ennyiből simán családot is fönntartanák. Tehát relatív, ez működik. És ami az érdekes volt, és még ezt szeretném nektek itt mutatni, hogy azt korábban egy mutattam rá, hogy majdnem 310 eurót elvonnak a pénzedből. Itt ugye, ha a legmagasabb díjazást nézem, akkor itt meg 1232 eurót von el a német állama a pénzedből. Tehát lényegében arányait tekintve ezért mondják, hogy magyar bérek túl vannak adóztatva, meg terhelve, mert ha belegondolsz gyakorlatilag, 309 euró, 1232 euró, csak egy különbség van, hogy a túladóztatott bérből, ami Németországban is igaz, mert azt a második legerősebb Európában adó szempontjából, de itt legalább nem mondják azt, hogy itt nincs. Itt ugye mindenki sokat kell adózni. Tehát nem nincs ez a populista dolog, hogy csak 15%, semmi különbség. Gyakorlatilag ilyen sokat levonnak, csak az a különbség, hogy a levonásokat illetően még mindig ott van, hogy ennyiből meg fogsz élni. És ez az egésznek az attitűdje, hogy gyakorlatilag lényegben ugyanazt a tevékenységet folytatod, csak mondjuk 600 000 kilométerre odébb,
és amit keresel, abból megélsz kényelmesen, sőt, még szépen is élhetsz itt kint, otthon meg nem. Otthon meg megy a killódás, megy az, hogy megy a szurkapiszka, mennek még a vacakolások, és ezen kellene változtatni a fejekben elsősorban, mert azt gondolom, hogy ez okozza a legtöbb problémát, és most az a baj, hogy holnap hiába jön ki valaki, és azt mondja, hogy fú, lehet, hogy otthon is megkeresek már, nem is tudom, már otthon is egyébként hallottam már tényleg valóban magas jövedelmeket. Igen, de attól még nem biztos, hogy nyugodtan fogsz élni. Nyugodtan és kiegyensúlyozottan. A jövőképed nem biztos, hogy jó lesz, mert azt mondja a kormány egyik nap Magyarországon, hogy most ennyit emelünk, holnap meg nem emeljük, kicsit átcsesznek, itt ilyen nincs. Itt, hogyha például csatlakozz egy szakszervezethez, akár ápolónál, vagy bármelyik szakmánál, akkor még az sincs, hogy a munkáltatót szarakodna veled, és akkor hát most akkor én téged nem fizetlek ki, meg ki sem nézlek, meg nem. Ilyen nincs. Ilyen itt nincs. Mert itt mindig találsz segítséget. Na, nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet. Remélem tudtam segíteni megint picit abban, hogy picit megint miben más Németország és Magyarország, és miben kéne Magyarországnak fejlődni. Persze a bélekben is. De nyilván nem kéne egy reklámszlogon neked bedobálni egy 15%-os SEO, meg hasonló, és még nagyon sok nyilvánosban. Köszönöm a figyelmeteket, jó pihenés nektek, sziasztok!